A nagybőjt bizonyos keresztény közösségekben a húsvét előtti 40 napos előkészületi bűnbánati időszak, a hamvazó szerdától húsvétig tartó bőti idő. A lényege a bűnbánat és a húsvéti előkészület, ilyenkor Krisztus kínszenvedésére emlékeznek a hívek. Ez az időszak lehetőséget ad arra, hogy bőjtöljünk, lelkileg viszont épüljünk. Ez az elmélyült csend és az imádság időszaka. Az ima nem más, mint amikor megnyitjuk szívünket Istennek. Őszinték vagyunk hozzá, és befogadjuk segítségét. Különösen megszentelt ideje Anyaszentegyházunknak a nagybőti idő az imádságra. Harmadik pedig a jó cselekedetek, hogy figyeljünk oda embertársainkra. Ez különösen fontos. A katolikusok szigorú böjtöt tartanak hamvazó szerdán és nagypénteken. Ekkor a 18 és 60 év közötti hívek a nap folyamán háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól. Ezeken a napokon és a nagybőjt többi péntekén a 14 évnél idősebbek nem fogyasztanak húst. A fiatalok többsége nem csak a húsról mond le, választ valamit, amit próbál megvonni magától egészen húsvétig. Jézusnak van egy bölcs mondása, idézete az Ószövetségből, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való. Az ember több, mint a test. Az ember több, mint amit látunk. Fontos ezt tudatosítani, szembenézni, és megtapasztalva azt, hogy lemondra valamiről, valójában nem vesztek, hanem inkább nyerek. Ez az a lelki erő és tapasztalat, amely élteti a bőtöt, és nagyon sokan ezt komolyan is veszik. Nehéz áldozatokat kíván, de mivel nem öncélú, fel lehet ajánlani, fel lehet használni. A nagybőjt időtartama 40 nap, ami a Szentírásban és a keresztény hagyományban az események jelentőségét mutató szám. Jézus nyilvános életében végzett tevékenységeinek megkezdése előtt 40 napot böjtölt a pusztában, 40 napig tartott a vízözön, 40 évig vándorolt a zsidó nép a pusztában.